Miután megszületik az új év, jön a tavasz. Tavasz után a nyár. Nyár után az ősz. Ősz után a tél. Ez olyan, mint az emberi élet. Az ember megszületik, seperedik, felnő, megüregszik, és végül meg is hal. Már nem várunk, már járunk, legalábbis azt hiszük, hogy valamerre megyünk. Őszi színekben pompázik az egész környék. Lépkedünk, a leveleken lépkedünk, és egyre csak tovább és tovább megyünk. A járda mellett két pad üresen áll, senki, de senki se vár, és az ember csak jár. Valaki keresztezi az utamat, de aztán eltűnik az őszi színekben, a semmiben. Eközben számolom a lépteket, számolom az őszi leveleket, és járok, mindig csak járok. Előttem egy kereszteződés. Döprengek, hogy merre menjek. Hátra nézek, és nézem, hogy hol is vagyok, honnan indultam, ki vagyok én, és hová megyek. És csak lépkedek, és lépkedek. Azt hiszem, hogy előre megyek. Közben felnézek, de ott is csak őszi színek, semmi más, ugyanaz, mint a földön. És más utakra tértem, és tovább lépkedek, és még mindig azt hiszem, hogy valahová megyek.
És ha azt hiszem, hogy célba értem, megint egy új út van előttem. Az út rosszabbnak tűnik, mint az előző, de legalább egy kicsivel érdekesebb. És megérkeztem egy helyre, ahol talán vár rám a gyógyítás ereje, Isten szava, Isten igazsága. Remélem, hasznos lesz nekem.
a kérdést. Miért ez a téma? Miért olyan fontos a Szentírás tanulmányozása a mi számunkra? Egy lehetséges válasz erre a kérdésre abból indul ki, hogy mi jellemzi a korunkat, amiben élünk. És vége. Feltöltődtem. Vagy nem. Minden esetre nézem a lobogó zászlót. Bár csak bennem lobogna így Isten szava. De én leültem, és várok. Mindig csak várok. Mire? Nem tudom. Talán valami szebbre, valami jobbra, valami kellemesebbre. De várni, várni mindig muszáj. És a várakozás után jön a halál. És ott végre megpihenek. Egyszer és mindenkorra. Úgy várok már, ahogy kell.